Sziasztok! Én Zoli vagyok. És a mai videóban a geekjaimról fogok beszélni, és ja, megmondom, mit, hogy kell, meg ilyesmi, hogyha valaki akar venni magának hüllőt, vagy ilyesmit. Ja. Este veszem fel. Nem olyan este. Szóval, kell vegyük egy másik terráriumot, mondjuk ez egy akvárium. De nem baj, hogy vegyük úgy, hogy most ez terrárium, oké? Ez egy akvárium. Itt van. Jaj! És na, akkor mondom tovább, amit kell csinálni, hogy hogyha akartok venni kamélont, vagy gyíkit, vagy iguanát, vagy akármilyen hűlőt, vagy hűlőt, akkor vagy terráriumba, vagy akváriumba tartsátok, de most fogok venni egy újabb akváriumot, egy nagyobbat, és terráriumot, mert terráriumot fogok venni, nem akváriumot, és akkor mit kell még venni hozzá? Kell, legyen egy lámpa, ami most töltőben van. Készen a mutassanak. Na, itt van a lámpa, csak még nincsen feltöltve, azért nincsen ilyen nagy fénye, még nincsen feltöltve. És ez még túl gyenge fény, mert kell meleget. De most töltődő van azért, amikor fel van töltő. Nézzük, beteszem a töltőbe, akkor nagyobb fényt tárasz meg. Mondjuk most ezt raktam be ide fénynyitónak, izének. Na akkor kell hozzá egy lámpa, egy akármilyen lámpa. Ilyet is fogok betenni, mert ez. Ezt majd ugye így be fogom rakni. Majd a másik terrariumban az nagyobb lesz, remélem. És nagyobb lesz, mert ott leszek. És milyen kaják kellenek nekik? Kell vagy pókok, ilyen tücskök, legyeket is esznek, akármilyen mászó, rovar, akármi. De nagyon szereti a tücsköket, nagyon szeretik a tücsköket, azokat nagyon szeretik enni. És ja, akkor fontos, alig van bent a fejem, fontos, hogy legyen növény. Akár élő, akár izé, de akár élő, akár tépet is, csak a tép, hogyha tépet teszünk, akkor legyen, csináljuk úgy, hogy cserélhetjük is, mert én most tépetet hoztam be. Ezután el van tépve, most ki kell menjek valamikor, és kell hozzak nekik újat, vagy télen be fogok rakni innen a virágok közül egy élőt. Persze remélem addigra már meg lesz a nagyobb terrárium. És kell nekik, hogy legyen meleg, mert a hideget nem szeretem, nagyon szeretik. És kell nekik ilyen homok, mondjuk amit én betettem most, az nem pont odaillik. De a tesóm tette be. Mert én túl lusta voltam kicserélni a homokot, és ő tette be a homokot, és nem jót tett. Lehet olyan, mint ahogy a rókás szokott lenni valami, amit ki szokott ásni, nem tudom, porondot. Nyilván porondot kell rakni oda alá, hogy tudjon ásni, és vékonyra kell letenni a homokot, mind ottan kell. Ilyen vékonyra kb, mert hogyha vastagabbra tesszük le a homokot, akkor el tudnak bújni az állatok, a tücskök, vagy a csúszómászók, az ízelik a homokat. Akkor, és ja, ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, ha nem, akkor ne lájkoljátok. Sziasztok! Gonna come.
words have just begun. We will always